A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A Fehérvár Televízió városismereti műsorsorozatának újabb adását látják. A stúdióban köszöntöm szakértőnket, Váci Márk történészt, városkutatót. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy ismét itt lehetek. Az elmúlt hetekben, sőt hónapokban székesfehérvári fotósokkal ismerkedtünk, ami azért is jó volt, mert rengeteg képet láthattunk a múltból. Egészen 1860-ig mentünk vissza, hiszen ez az az évszám, amikor elkezdtek dolgozni fényképészek a városban, és aztán nagyon sok fényképész egymás után eljutottunk az 1900-as évek elejéig, de talán egy picit azért annyit mondjuk el, hogy miért olyan fontosak ezek a fényképészek a történés számára? Leginkább azért, mert maguk a fényképek nagyon jó források, illetve a fényképezésnek a története egy város, vagy éppen egy település történetében, hiszen ma már azért tudjuk, hogy nem csak városokban, de akár nagyobb községekben is működtek, bár nem Fejér megyében, de más megyék községeiben is működtek fényképészek, akik egyrészt portrékat készítettek, nyilván ez volt a foglalkozásuknak a legfontosabb része, hogy a műtermükben rendelkezésre álltak egyszemélyes portrékat, családi képeket, akár esküvői képeket készítettek, és emellett természetesen sokan voltak azok, akik különböző eseményeket dokumentáltak ezekkel a fotókkal. Ha ezek nem lennének, akkor valószínűleg sokkal szegényebb lenne a történelmi tudásunk, és az emlékezetünk is, hiszen olyan épületeket őriztek meg, nyilván olyan személyeket is, akik ma már nincsenek köztünk, és olyan történetek is vannak, amelyeket ma csak fotók formájában ismerünk, illetve vannak olyan történetek, amelyek kifejezetten a fényképekhez kapcsolódnak, és a fényképek csalják elő egyébként az emlékeket nagyon sok esetben. Ugyanis nem biztos, sőt ez általában így van, hogy az emberek többsége ugye nem írja le az emlékeit papírra, vagy nem mondja el senkinek, mert úgy gondolja, hogy nem annyira fontos. De hogyha mondjuk egy családi albumból, vagy egy fénykép fiók legmélyéről előkerül egy kép, akkor már is előjönnek azok az emlékek, főleg, hogyha a kutató nagyon firtatja és nagyon rákérdez, amelyek nem biztos, hogy annyira fontosak mondjuk a tulajdonos vagy a leszármazott számára, mégis jelentősek lehetnek egy város életében. Érdekes, hogy mennyi mindent tud megállapítani a történész egy-egy fotó hátoldaláról. Hát igen, ezek is nagyon érdekesek. Nyilván egyrészt a műtermeknek, meg a fotósoknak a történetéhez ugye hozzátartoznak, meg egyáltalán ahhoz, hogy a grafikai tervezés milyen volt ebben az időszakban. Ugye ezek reklámfelületek voltak elsősorban, már ami ugye az eredeti hátlapokat illeti, és hát természetesen egyrészt a technológiának a módosulásai, egyszerűsödései is kimutathatók, hiszen ugye mi is kartonált képekkel kezdtük annak idején, előre nyomott hátlapokkal, stb. Aztán eljutottunk most már odáig, hogy némelyiken csak egy-egy bélyegző szerepel, és ugye ami ezeket kiegészíti, nyilván, hogyha egy múzeumból származnak, akkor az adott fotónak a leltári száma, tehát hogy hol található meg pontosan mondjuk egy leltárkönyvben, vagy az eredeti lelőhelyén, illetve családtagoknak, vagy a fénykép készítőjének, a fényképen ábrázolt személynek a kiegészítései ceruzával, tollal, egyebekkel ráírva, vagy mondjuk, ha valaki egy közgyűjteménybe beadja, nagyon sok esetben előtte feltünteti a hátlapon, hogy kit ábrázol a kép, körülbelül mikor készülhetett, és ugye, hogyha a hátlapon szerepel a cégjelzés, akkor abból pedig tudjuk, hogy ki volt magának a fényképnek a készítője. Minden fotó értékkel bír, de talán különösebb figyelmet érdemel egy olyan fotó, ami a város történetének egyik eseményét eleveníti meg. Ilyet is tudtunk mutatni már a műsorsorozatban. Eseményeket és személyeket is, és ami még érdekes ebből a szempontból, az többek között az, hogy a közgyűjteményeknek is van története. És a fényképek, mint dokumentumoknak a gyűjtése, az nagyon fontos például egy múzeum számára.
És az érdekesség több szempontból is adódik. Most én abból a szempontból említeném meg a fényképek egymáshoz való viszonyát, hogy vannak olyan esetek, amikor például ismerünk egy szeméről egy adott portrét, és ez bekerül akár egy könyvbe, jelen esetben például a Székesfehérvár annó egyik kötetéről van szó, Vida Pálnak a portréja, majd fogjuk egyébként ebben a műsorban mutatni egy másik képet, 1920 körül készült, majdnem másfél évtized eltelik a két fényképnek az elkészítése között. Tehát ezt az 1936-os képet, ezt ismerjük, a szakirodalom is lehozta, hogy Vida Pált ábrázolja 1936-ban, és sikerült találnom egy képet, amit majd hamarosan megmutatunk, Pete Ilona fényképész műterméből, 1920 körül, és hát annyi szerepel rajta összesen, hogy idős úr portréja. Nagyon egyszerű volt, mert ránézésre is tudja az ember, Vida Pálnak egy elég jellegzetes arca volt egyébként, és hát aztán azért kinyitja nyilván az ember ilyenkor a könyvet, és fellapozza, nagyjából sejtve, hogy hanyadik oldalon van, vagy legalább az oldalpárnak melyik felén, és ott van, tehát eléggé egyértelmű, hogy 15-16 év különbség van a két kép között, ugyanazt a személyt ábrázolja. Ugyanígy csoportképeken szereplő személyeket például be lehet azonosítani, akár fiatalabb, akár idősebb korukban, tehát ez nagyon jó összevetés. Illetve itt a különböző műtermekben, illetve különböző fényképészek által készített portrékról, eseményfotókról is, akár egy családnak a történetét össze lehet gyűjteni, hiszen számos olyan családi hagyaték van például a Szent István Király Múzeumban is, ami több műteremben készült portrékat tartalmaz, akár magáról a teljes családról, akár egyes tagjairól. Amikor a fényképészekről és az ő történetükről beszélgettünk, akkor kaptunk egy kis képet az akkori hagyományokról, szokásokról. Értem ez alatt, hogy gyakran család volt a fotós. Igen, és ez egyébként nagyon sokáig megmaradt Fehérvár történetében, ha nézzük. Ugye én 1945-ig foglalkozom nagyjából, most már lehet így mondani, hogy foglalkozom Székesfehérvárnak a fotótörténetével, illetve ezt kibővítve 1952-ig, amikor a szövetkezet létrejön tulajdonképpen. És bizony nagyon sokszor családokról van szó, illetve kétszemélyes vállalkozásokról. Tehát előfordul olyan, hogy mondjuk az édesapa elkezdi a vállalkozást, vagy az idősebb testvér és a fiatalabb, vagy a gyermek bekapcsolódik. Az, hogy mondjuk egy műteremben, illetve egy helyiségben ugye különböző műtermek működnek egymás után, ez nem egy ritka esemény, tehát ez nem csak Fehérváron van így, hanem számtalan egyéb helyen, többek között Budapesten is, ami ugye Magyarországnak a fotófővárosa egyértelműen. Tehát több generáció is foglalkozik ezzel, illetve több tulajdonos üzletfél is megjelenik ezekben a történetekben, és hát vannak olyan legendás helyszínek, amelyek műtermekként akár 100 éven keresztül is működnek. Tulajdonképpen, ahol két héttel ezelőtt abba hagytuk, ott is családról volt szó, hiszen Pete Gyulától láthattunk több képet, akit aztán a munkásságban Pete Ilona követett. Azért azt elevenítsük fel, hogy milyen kötődés volt. Ugye említetted itt a beszélgetés előn az 1860-as évszámot, ez azért nagyon fontos, mert Pribék Antal ekkor nyitja meg a műtermét a mai Várkörúton, azon a telken, amelynek a szomszédságában később felépül a neológ zsinagóga, tehát az izraelita templomnak szokták ugye nevezni, vagy imaháznak, izraeliták imolájaként jelöli egyébként a fényképeknek a hátlapján Pribék, aki többek között helyettes polgármester is volt az 1879-es iparkiállításnak, hát gyakorlatilag az üzlettársával, Bülk Ágostal a kizárólagos fényképésze, lehet ezt így mondani, és nem csak kiállítottak, de dokumentálták az eseményeket, tehát az emlékalbumot is közösen adták ki, és aztán a 80-as évek végén, 90-es évek elején követi őt egy Fodor József nevű illető, akiről már korábban beszéltünk, a múltkori összefoglalóban ő kimaradt, és Fodor József a 900-as évek elejéig, tehát nagyjából másfél évtizeden keresztül működteti ugyanabban az épületben a műtermét. Ez még akkoriban földszintes. Ezt abból tudjuk, hogy a következő tulajdonos, Pete Gyula, akit az imént ugye említettünk már,
Amikor ez 1910-es évek elején, 1910 körül megvásárolja ezt a műtermet, akkor néhány év múlva többek között engedélyt kér arra is, hogy egy emeletráépítést megterveztethessen, illetve kivitelezhessen, azért, hogy a műtermet tudja nagyobbítani. És nem véletlenül, hiszen hatalmas nagy forgalma van. Ugye Pribéknek azért van nagy forgalma, mert a Schmidt és Majláth cég mellett gyakorlatilag ez az első műterem a városban, a Schmidt és Majláth a második, tehát kettő működik ekkor párhuzamosan a 60-as, 70-es években, és aztán később jönnek még ugye többen. Tehát szinte mindenki ugye a Pribékhez jár. Szinte, azért mondom, hogy szinte, mert ugye a Schmidtékhez is járnak nyilván. És hát aztán az ügyfélkört is megöröklik, ugye Fodor Józsefen keresztül, bejönnek új ügyfelek természetesen, és hát azért mindegyiknek némileg eltér a profilja. Tehát van, aki jobban szeret portrékat készíteni, van, aki nagyon sok eseményre készít fényképeket, akár a sajtó számára is. Elindulnak az első fehérvári lapok, ezekben még egyébként általában grafikai ábrázolások vannak, tehát fényképek kevésbé, inkább budapesti és országos lapoknak fényképeznek, de nagyon jól jövedelmez ez a tevékenység is. És hát vannak olyan családok, akik pedig akár fiók üzleteket is, fiók műtermeket nyitnak különböző helyeken. Én Inkei Tibornál olvastam egyébként, mert az ő visszaemlékezésében nagyon sok technikai információ is van, hogy amikor egy ilyen fióküzlet beindult, ez általában úgy működött, legalábbis az ő esetében, hogy átjárt mondjuk két településsel arrébb egy másik üzlethelyiségbe, ahol műterembe, ahol lefényképezte az adott illetőket, visszament a bázisra, tehát kvázi az anyaintézménybe, ahol egyébként a labor, mint olyan rendelkezésre, ott készítették el a képeket, és egy vagy két héten belül visszaszállították a friss képeket arra a településre, ahova egyébként kellett szállítani. Tehát azért nem volt annyira egyszerű. Akik Fehérváron működtették az első vagy főműtermüket, azok hasonlóan jártak el egyébként, tehát vagy a segéd, vagy az inas, vagy valaki ugye a nyers képeket, illetve a különböző negatívokat szállította ide-oda. Hát az üvegnegatívok esetében azért ez eléggé balesetveszélyes is volt egyébként, szóval nem volt egy ilyen nagyon biztonságos meló, vagy szakma. Igen, örülök, hogy ez szóba jött, mert ahogy mentünk végig a képeken és a történelmen, többnyire Székesfehérvárról beszélgettünk, de hát el tudom képzelni, hogy a környező településről legalább annyira ide jártak be fényképezkedni, mint a helyiek. Persze, mindenképpen, illetve hát azért azt is mondjuk el, hogy nyilván a fényképészek is jártak vidékre, nem csak vándorfényképészként, ugye Sebő Ferencéknek volt egy nagyon jó, ha jól emlékszem, a Fotó című filmjük talán a 70-es években, de lehet, hogy ez már a 80-as évek. Ez egy zseniális film, amikor egy vándorfényképészt kísérgetnek ugye végig. Tehát jártak így is. Pribék Antal már az 1870-es években készített egyébként vidéki életképeket, csákvári fazekasokról, fafaragó emberekről, vidéki lakodalomról. Végigjárta a vármegyének a kastélyait, kúriáit, végig fényképezte. Tehát nagyon jól ismerjük ezeket a fényképeket is. Úgyhogy azért természetesen mentek vidékre is, de hát főleg akkor, amikor mondjuk egy fióküzletbe kellett menni, vagy olyan megrendelés volt, amiért ugye el kellett menni helybe. Térjünk vissza akkor a Pete családra. Hát ugye Pete Ilonáról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy ugye a testvére Gyula 1918-ban elhunyt, mivel ugye 1915-ben ki kellett menni a frontra. Ugye kérvényezték többször a hadügytől, meg az aktuális kormányzattól, hogy ne kelljen mennie, négy segéd dolgozott a műtermében, többek között Tóth Károly, aki nagyon meghatározó alakja a két világháború közötti fehérvári fényképezésnek, de végül is kivezényelték a 17-es gyalogezred kötelékében, és 1918-ban már betegen tért haza, tehát a harctéren egy olyan betegséget szerzett, amiből nem épült fel, és el is hunyt ebben az esztendőben. Nyilván, amíg nem volt itthon, addig is ugye a nővére, Pete Ilona volt az, aki a műtermet vitte,
Bodó Lajos üzletvezetővel közösen, és ugye Pete Ilona volt az, aki magukat a fénykép felvételeket készítette már ebben az időszakban. Ez általában ugye a Pete műterem megjelöléssel készült, és aztán Pete Ilona nevével jelzett fényképek egyébként csak nagyon minimális darabszámban vannak. Tehát ő a műteremnek a nevét használta általában 1918-tól 1940-ig, a haláláig, és a halála után 1940-ben vette át Bodó Lajos, aki bevette maga mellé üzlettársként Pataki Máriát, és Pataki Mária pedig 1946-ban kérvényezte az iparának a szüneteltetését, innentől kezdve sem róla, sem a műteremről nem tudunk igazából semmit. Tehát ha lehet azt mondani, akkor körülbelül 85-86 éven keresztül működött ebben az épületben valamilyen fényképész műterem. Pete Ilona fotóit láthattuk már az előző részben, de van néhány, amit még érdemes megmutatni, és akkor itt az ideje, hogy az első fotót a mai műsorban kollégáim segítségével megmutassuk, ezen pedig a már emlegetett Vida Pál látható. Így van, 1920 körül készült ez a kép, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, a későbbi fotográfiáról egyértelműen beazonosítható, illetve Székesfehérváron van egy Vida Pál tér nevű kis háromszögletű terület, az egykori tűzoltó laktanyának a homlokzatán helyeztek el két táblát, ugye az egyik az a tűzoltóság és a tűzoltó laktanya emlékére készült, a másik pedig a névadó Vida Pál emlékére, és ezen a táblán is egyébként a portréja látható, tehát érdemes oda elmenni megnézni. Ez ugye az egykori Alba Régia Hotelből kialakított irodaház, illetve Fehérvár áruház közötti területen. Idézzük fel, hogy ki is volt Vida Pál. Hát Vida Pál meglehetősen magas kort ért meg, ha jól emlékszem, 1944-ben hunyt el, és az 1840-es évek végén született, tehát majdnem 90 esztendős volt. Ő volt Havranek József, akkori városkapitánnyal, később polgármesterrel együtt, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalapítója, és évtizedeken keresztül egyébként az elnöke. Tehát nem véletlen az, hogy az a tér, ahol valamikor a tűzoltó laktanyát az ő nevét viseli, és hát természetesen az ő emlékezete az ugyanúgy fennmaradt a professzionális tűzoltóságon belül is, tehát az emléktábláját ugye rendszeresen megkoszorúzzák, és emlékeznek ezekre az időkre. Tehát ő volt az, aki kezdeményezte, mint szakember, tűzoltó szakember, a tűzoltóságnak, a városi tűzoltóságnak, a tűzőrségnek, ugye ekkoriban így nevezték, a létrejöttét, és aztán nem csak a szakmai tudásával, de természetesen az anyagi hozzájárulásával is ellátta gyakorlatilag ezt a tűzőrséget, illetve annak idején még, amikor a városrészekről beszélgettünk az alsóváros kapcsán, a Szőlő utcai kereszt szóba került, 1902-ben állították, ha jól emlékszem, ez egy körmeneti kereszt, ugye az ottani szőlőhegyi lakosok kezdeményezésére, és hát az ottani szőlőhegyi pince tulajdonosok között Vida Pál volt az, aki egyébként ezt a kezdeményezést is felkarolta, illetve magának a keresztnek a felállítását is meglehetősen nagy összeggel finanszírozta az ott lakók és a pince tulajdonosok mellett természetesen. És ugye néhány éve, amikor ez a kereszt felújításra került, akkor az alatta található időkapszulából többek között ugye a keresztállításnak emléket, keresztállítás emlékét őrző irat is előkerült, többek között Vida Pálnak az aláírásával. Menjünk tovább, hiszen van még olyan kép, amit megmutathatunk Pete Ilonáról. A következő képen is felismerhető, illetve beazonosítható hölgyet láthatunk. 1924-ben készült ez a portré, és a fiatal Polonyi Margitot ábrázolja. Gyakorlatilag én a nevén kívül semmit nem tudok róla, és hogy honnan tudjuk a nevét, meg az évszámot, hát nyilván a fényképnek a hátlapjáról. Ennyi maradt meg igazából, és ezen kívül semmi. Az viszont nagyon jó, hogy azért konkrét személynevek a rendelkezésünkre állnak, hiszen ezekből azért lehet már különböző kutatásokat, akár családtörténeti kutatásokat is folytatni.
nem ismeretlen név Székesfehérváron a Polonyi, hát ha valaki felismeri a rokonságot. Minden esetre azért nagyon aranyos, ahogy a kislány felöltözve van, tehát ez árulkodik arról, hogy akkoriban, hogy is jártak a fiatal lányok, hogy öltöztek a gyerekek. Menjünk tovább, mert szerencsére azért, ugyan mindig mondogatjuk, hogy nincs sok képet a Ilonától, de azért lesz még, amit meg tudunk mutatni. Meglehetősen sok van, és egyébként rengetegből kellett válogatnom. A fénykép készítésének az idejéből tudjuk, hogy Pete Ilona készítette. Igen, mert hogy nem Pete ő Gyula, írja fel magát. Ugyanis 1918 utániak tulajdonképpen, illetve Pete Gyula név az már nem szerepel ezeken a képeken. A következő portrén Pete Gyulánál már láthattuk Kajtár Lajosnak a portréját. Ő 1911-ben született, 1912-ben készült róla egy kép. Az előző adást érdemes megnézni, ott az elején valamikor mutattunk róla képet, és 1930-ban pedig Pete Ilona készítette róla ezt a portrét. Tehát megnézhetjük, hogy is nézett ki 18 évvel később, már felnőtt fiatalemberként. Ugye róla elmondtam azt, hogy az egyik portré hátlapján szerepel az egyik leszármazottnak, a család egyik leszármazottjának a felírása, ami szerint Kajtár Lajos a II. Világháborúban eltűnt. Én ennek a Kajtár Lajosnak sem sírfeliratát, sem semmi egyébét nem találtam a sírhelykereső adatbázisban. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen természetesen, de találtam egy másik Kajtár Lajost, aki 1911-ben született, és valamikor a 70-es években hunyt el. Ugye erre mondtam az előző adásban, hogy vagy itt valami félreértés van, vagy pedig feltűnően egyező a név. Nem tudjuk minden esetre. Előfordulhat bármelyik is. Folytassuk a képek közötti lapozgatást. Egy 1935-ös fotó következik. Beck Annáról készült ez a portré, és ugye szintén a fotónak az adományozója tüntette fel a nevet ezen a képen. Beck Annáról egyébként több képet is készített Pete Ilona különböző években. Én úgy gondoltam, hogy ezt hozom be azért, mert ezen már látszik, hogy ez egy rendkívül egyszerűen készült kép. Gyakorlatilag itt már egyfajta képeslap minőségről van szó, amikor egy mattított kép van ugye a képeslapnak az előlapján, a hátoldalán pedig egy képeslap formátum, aminek ugye talán még azért a nézők többsége ismeri és tudja, hogy miről van szó. Ha megfordítjuk, a bal oldalra lehet ugye magát a szöveget írni, és ugye a jobb oldalra pedig a címzést, hogy kinek is szánjuk, és ugye oda lehet a bélyeget is felragasztani. Ezek gyakorlatilag ugye még nem postakészek voltak, tehát a bélyeget azt később rá kellett volna ragasztani, ha valaki el akarja küldeni képeslapként, de ezeket általában egyébként ajándékozták személyesen. Tehát ritka volt az, hogy feladták volna postán. A Kneifel családról tudtunk már mutatni képeket, és a következőkben is őket láthatjuk majd. Pete Gyula portréját már mutattuk Kneifel Ferencről, ha jól emlékszem, akkor többet is. És 1935-ben pedig már idős korában Pete Ilona is készített róla nem egy felvételt természetesen, de ez is már az a képeslap technológia, ami a két világháború közötti időszakot egyébként jellemzi. Tehát itt már nincsen kartonált fotó, nem kasírozzák rá egy kartonra, nincsen grafikus háttér, általában már reklám sem nagyon található meg ezeken a képeslapokon. Legfeljebb egy apró kis bélyegző, amin feltüntetik, hogy Pete műterem Székesfehérvár, és gyakorlatilag semmi más. Tóth Károlynál egyébként ugyanezt fogjuk tapasztalni. Szomorúak vagyunk, hogy elhagyták ezt a szokást. Nyilván ez már valamennyire a kornak a sajátossága, hogy egy képeslapnak a hátoldalára azért inkább a feladó írjon, ugye, és ne az illetőnek a reklámja legyen rajta, illetve az az öntudatos és jogos öntudattal rendelkező fényképészi felfogás, hogy de hát úgy is tudja mindenki, hogy hol van a Pete műterem Fehérváron, vagy Tóth Károly műterem, és nyilván tudták. Kneifel család további tagjait láthatjuk a következő képeken. Kneifel Lászlót láthatjuk szintén 1935-ben, ugye dr. Kneifel Ferencnek az egyik fia. Most hadd ne soroljam fel őket, mert meglehetősen szerteágazó maga a család. A következő fotó az ugye három fiút ábrázol, a három Kneifel fiút 1924-ben, tehát 11 évvel korábban. Itt ugye csak annyi
az oka ennek a furcsa sorrendnek, hogy ugye eddig személyes portrékat láttunk, most pedig jönnek a, mondjuk azt, hogy csoportképek. Tehát 1924-ben ugye a három Kneifel fiúról is készített Pete Ilona egy képet, természetesen Kneifel László is egyébként közöttük van, tehát ő is látható, úgyhogy megnézhetjük azt, hogy hogyan nézett ki 1924-ben, és hogyan nézett ki 35-ben, tehát 11 évvel később. A nézők ugyan még Kneifel Lászlót látják, de még mi beszélgetünk közben, biztos, hogy megjelenik majd a három Kneifel fiúról készült kép is 1924-ből, mi pedig beszélgetünk tovább, hiszen nagyon sok kép van, amiről beszélni tudunk, ez az Albert János sütőmester lányai, itt is többen lesznek majd a képen. 1929 körül készült Peter Ilona műtermében ez a csoportkép, három lányt ábrázol, Albrecht János sütőmester lányait. Az Albrecht, ez egy meglehetősen híres pékdinasztia, sütődinasztia Fehérváron, nagyjából olyan, mint a Fóner, és még lehetne egyébként sorolni néhányat, akik a város különböző szegleteiben és különböző részeiben működtek. Az Albrecht lányokról egyébként tudjuk azt is, hogy melyikük kihez ment hozzá, kihez ment férjhez. Mindegyik vagy kereskedőhöz, vagy vendéglátóshoz, tehát gyakorlatilag a származásuk predesztinálta őket arra, hogy majd valamelyik vő, mivel ugye Albrechtnek nem volt fia, hát majd akkor valamelyik tovább viszi ugye a vállalkozást, az üzletet, akár a kocsma mellett, akár a vendéglő mellett. Tehát ez egyértelműnek tűnt a számára. És így is történt, 1929-ben azért készült ez a kép, hiszen a legidősebb lány Albrecht Anna férjhez ment, és még egy utolsó közös képet a lányokról készítettek ugye az eskü előtt, és aztán feleségül ment Tóth Antal vendéglátóshoz ebben az esztendőben. És láthatjuk őket együtt is és a következő fotón. És az esküvői portréjukat láthatjuk a következőkben. Egy igazán szép esküvői kép. Itt láthatók, itt már ugye mennyasszonyi ruhában, tehát már nem a polgári hétköznapi ruhában, hanem mennyasszonyi ruhában látható, és a másik két lányról is egyébként az esküvőjük idején készült hasonló kép a Pete műteremben. A Csitári családot azt hiszem, hogy nem kell bemutatni Székesfehérváron. Róluk is van fotó 1930-ból. 30-ból, ez egy egészen pontosan datált évszám, ugye 1931 a család és a város történetében pedig azért nagyon fontos a következő év, mert ekkor veszi át ugye a polgármesteri teendőket Csitári Emil, aki ugye 41-től fut ezen a néven, ugye előtte Csitári G.M., illetve Csitári Gramanec, ugye az összes többi családtag is egyébként 40-41 folyamán, tehát közösen kérvényezik a belügyminisztériumtól, és a minisztertanácsnak az aktuális üléséről, a jegyzőkönyv egyébként meg is van az interneten megtekinthető, hogy ez a névváltoztatás megtörtént. Itt még az eredeti családnevet használták, a nemesi előnév nélkül, tehát Csitári Gramanec, vagy Csitári G., Emil, Olivér, Jenő, és hadd ne soroljam fel a többieket. Itt azért ugye feleségek, gyermekek, apósok, anyósok, családfő, tehát rengetegen vannak ezen a képen, és akkor ez még nem is a teljes család, hiszen azért még éveken keresztül ugye bővül folyamatosan. És hát természetesen a gyerekek is, ahogy nőnek, ugye jönnek az újabb és újabb házastársak. Továbbra is Pete Ilona képei között válogatunk. Hét öltönyös férfi címet adtad a következő képnek. Igen, hát itt azért már a képeken szereplő személyek ugye egyre többen vannak. A Csitári családot ugye be tudtuk azonosítani, őket nem, tehát azért ők jönnek most a sorban 1925-ben, és aztán a következő, az pedig majd egy báli csoportkép lesz 1927-ből, ahol még többen vannak. Már látjuk is. Pete Ilona erre is képes volt. Ez a Szent István teremben készült felvétel egyébként, tehát ez már nem a műteremben készített. Még a Csitári családot is egyébként sikerült a műteremnek egy olyan részében elhelyezni, ahol el lehetett róluk készíteni ezt a fotót. Hát egy ilyen báli csoportképet eleve a bál helyszínén illő, ugye, hogy ne kelljen nekik mondjuk a Szent István teremből elsétálni a várkörútra, főleg báli ruhában, ezért természetesen a bál helyszínén készül ez a kép. Milyen komoly beállítás lehetett, hogyha nézed a hölgyek lába egyformán, roppant illedelmesen egymáson összerakva áll.
Hát gondoljunk bele abba, hogy manapság milyen nehéz egy fényképet elkészíteni, akár 4 vagy 5 emberről. Főleg, ha van olyan, aki nem annyira fotogén, tudom, mert én is ilyen vagyok. Nem csak a beállított képeken, de a spontán képeken is. Itt meg egy egész vállózó közönséget kellett, ráadásul az akkori viszonyok között, amikor azért ugye egy fotónak az exponálása az nem annyi, hogy megnyomtam egy gombot és készen van, meg bármikor tudok csinálni egy újat, hanem itt azért még olyan a technológia, ahol negatívok készülnek, a negatívokat elő kell hívni, nyilván készítenek többet, és aztán a legjobbat választják ki. Tehát ez már nem a pribékféle üvegnegatívos időszak, amikor egy darab kép van, és az is nagyon drága, és nagyon sokáig készül, meg borzasztó időigényes és drága technológiával. Itt már nyilván többet lehet választani, vagy több negatívból lehet kiválasztani azt, hogy mit hívnak majd elő, és nyilván a megrendelő is tudja, hát mondjuk itt egy báli csoportképnél, hogy ki határozta meg, hogy melyik legyen, valószínűleg a bárrendezője egyébként. Bizonyára kihívás volt, főleg, hogyha már jó hangulatban is voltak néhányan, hogy felidézzük a bál hangulatát egy kicsit, de Pete Ilona képeivel folytatjuk tovább műsorunkat. A katolikus legény egyletnek a színjátszóit láthatjuk a következő két képen. Ez valamikor a 30-as években készülhetett. Nem tudjuk egyébként. Az is lehet, hogy a 20-as évek végén. Az biztos, hogy még 40 előtt, ugye Pete Ilona 1940-ben fényképezett utoljára a halála évében. Ugye a katolikus legény egyletnek az volt a célja, hogy a katolikus fiatal embereket összefogja. Ugye ennek volt aztán egy vidéki csoportja, ami ugye főleg a falvakban élő parasztfiatalokat fogta össze, és ugye ennek volt az országos csúcsszerve, az úgynevezett kalott, tehát ugye a katolikus legényegyletek országos, remélem jól mondom, hogy tanácsa, de az is lehet, hogy titkársága, elnézést kérek az egyháztörténészektől, és ennek volt egy lány, mondjuk azt, hogy szakosztálya, vagy szövetség, változata a kalász, ez a katolikus lányegyleteknek a szövetsége, és hát itt ugye többnyire fiúk játszották a különböző szerepeket, de hát ugye a kalottnál azért valamennyire az is benne volt természetesen a gondolkodásban, hogy azért lehetőleg a női szerepeket ne fiúk játsszák. Tehát ez már nem a görög drámáknak az időszaka nyilván, és hát ugye a fiataloknak a nevelésében meg azért fontos volt, hogy lehetőleg a fiúk játsszák a férfi szerepeket, és ugye a lányok pedig a nőieket, készülve ugye tulajdonképpen a felnőtt életre is ezáltal. Tulajdonképpen, ha tudjuk, akkor megnézhetjük már a második képet is, hiszen ott is a legény egylet színjátszói láthatók. Igen, itt ugye azért láthatjuk, hogy lányok is vannak közöttük. Az előző az ugye egy jelenetnek a képe volt, akár azt is mondhatjuk, hogy egy standfotó. Ha már Inkei Tibort szóba hoztam, ugye az egyik leghíresebb filmes standfotóst, aki ugye állóképeket készített a jelenetek közben, az is egy jelenetről készült standfotó volt, amit Pete Ilonától láthattunk, ez pedig ugye egy beállított csoportkép, mint ahogy a bálozókról is készült. És az első tablót is megnézhetjük. 1923-ban készült Pete Ilonának egy tablója. Itt nemes egyszerűséggel annyit írtam a címbe, hogy vasutasok tablója, ami részben igaz, hiszen vasutasok is vannak közöttük, mármint magában a tagságban. Ez a keresztény szocialista vasutas egyesületnek egy speciális szakosztálya volt, talán a Vigalmi Bizottság, amiről ez az 1923-as tabló készült. Tehát ők főleg ugye az események, báloknak a megrendezését vállalták, és ennek az elnöke volt az a Kornzé Jenő, asztalos mester, akinek a szállításon kívül sok köze nem volt magához a vasúthoz. Még annyi, hogy a vasútnak ugye különböző asztalos munkáit készítették az ő műhelyében, tehát alapvetően nem volt vasutas családnak a tagja, viszont egy olyan tekintélyes személy volt, akit egy ilyen bizottság elnöki posztjára ugye fel lehetett kérni. Tehát ez hasonló, mint amikor ugye fővédnöknek egy rendezvényhez felkérnek egy olyan illetőt, aki nem tagja mondjuk az adott szervezetnek,
rendező szervezetnek, de szakmailag, vagy valamilyen szinten ugye azért mégiscsak kapcsolódik az eseményhez. Itt tablót, is erről van szó. Tablót még nem tudtunk mutatni a sorozatban, úgyhogy örülök, hogy ilyet is hoztál, és ha, ahogy ránéztem erre a tablóra, még sok évtizedig hasonló stílusú tablók készülnek különböző bizony, csoportokról. Bizony. Egyébként sok tabló előkerült már, tehát azért mutathattam volna korábban is. Úgy gondoltam, hogy Pete Ilonának a munkásságából azért, hogy mennyire színes volt meg, hogy széles körül, talán ezt is érdemes megmutatni. És ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy de van másik. Tehát, hogy ezen kívül még azért elég sok mindennel foglalkozott Pete Ilona, és akkor most majd fogjuk látni, hogy milyen műfajokkal foglalkozott még ezek mellett. A következőben egy szalomba látogatunk? 1920 körül készült Borkovics Bertának a kalapszalonjáról, ez a Ferenc József téren volt, a megyeházától nem messze egyébként, tehát a mai Szent István térről van szó, ugye később megyeház térként is ismert, és ugye ez egy enteriőr, tehát a kalapszalonnak ugye egy belső berendezését láthatjuk. Hát amikor betért ugye az érdeklődő vásárló, akkor ezt láthatta. Hogy ez egy katalógus számára készült, vagy valamilyen turisztikai, vagy egyéb kiadvány számára, azt nem tudjuk, hiszen a turisztikai kiadványokban, ugye legalábbis Fehérvár vonatkozásában inkább a szöveges, meg grafikus reklámok voltak a jellemzőek, de ugye a különböző pesti divatlapokban például már előszeretettel alkalmaztak fényképes hirdetéseket is. Nem tudjuk, hogy ennek a képnek egyébként mi volt pontosan a sorsa, az biztos, hogy az eredeti, ez a Szent István Király Múzeumban van. És úgy tűnik, hogy a szalon falai reklámfelületnek is tökéletesek. Hogyne. Kár, hogy nem tudjuk elolvasni, hogy mi van ezeken a feliratokon, amelyek a falon vannak. Közelről egyébként meg lehet egy nagyítóval, tehát igen, azért nagyon érdekes hirdetések, meg mindenféle egyéb szövegek vannak itt. És ugye 1920 körül járunk a háború után, tehát itt azért különböző hirdetményekről is szó van természetesen, háború utáni hirdetményekről. Kihasználták a helyet kellőképpen, de ezek szerint látogatott lehetett ez a szalon, hogyha volt értelme ott a falon hirdetni. Hát akkoriban a Borkovics Bertának a kalapszalonja volt talán az egyik legelegánsabb és az egyik legnépszerűbb a városban. Ugye ruhaszalonok is voltak hasonlóan népszerűek, és az ő kalapszalonja volt. Ha nem is a legelitebb hely, de hát ugye a belvárosnak egy nagyon jó helyén van. Megyei képviselők, megyei főméltóságok ugye naponta, vagy ha nem is naponta, tanácskozások idején arra járnak el. Mindegyiknek van felesége, vannak lányai, soroljam még. A lehető legjobb helyen van a forgalom szempontjából. És a mai napon az első hátlap, amivel foglalkozni tudunk, éppen erről a fotóról szól. Hát, hogy miért nem hoztam Pete Ilonától hátlapokat, akkor most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki. Elég egyszerű. Gyakorlatilag egy képes lapról van szó, amit ugye láthatja mindenki, látott te is, hogy a bal felső sarokban, hogy még véletlenül se takarja ki a szövegnek a helyét, elhelyezték a Pete műteremnek a bélyegzőjét, és ez gyakorlatilag ennyi. Semmi hirdetés és egyéb nincsen rajta. Innentől kezdve ez képes lapként lehet használni, és Pete Ilonának egyébként a legtöbb fényképére ez jellemző. Pete Ilona fényképezett városrészeket, illetve épületeket is, és nagyon örülök, hogy ezekről is hoztál képet, mert azért ezek árulják el a legtöbbet a város akkori életéről. Egy kereken 100 éves képet tudunk most megmutatni a Várkörútról, 1922-ben készült, tehát ez már egy kültéri felvétel. Ez hó? Várkörút, egyrészt ez hó, tehát azért ez sem annyira gyakori manapság. Mert igen, ma már nagy, szép jó látvány. Jó színesben is tudnánk ilyet mutatni természetesen, de nem az akkori csatornapartról, tehát ez még a csatornának a beboltozatlan szakasza, úgyhogy ez még ugye ez a Budai út irányába húzódó szakasz, mondjuk a mai körforgalomtól kifelé. Akkor lehet ezt így mondani, hiszen még ekkoriban is nagyon sokszor hirdették magukat úgy különböző kereskedések, hogy a csatornaparton. Ugye 30-as években épül fel a másik szakaszon a villasor, de 20-as években már a telekkiosztások egyébként réges-régen megtörténtek, és az első kiskerteket, például a mai Várfal Park, Prohászka-liget, akkor nevezzük így, hiszen Várfal Parkként általában egy másikat szoktunk emlegetni, területén pedig akkoriban még kiskertek vannak, illetve kis földszintes házikók.
És akkor menjünk tovább a városba, hiszen a zenepavilont emlegetjük már egy kiállítás óta, tulajdonképpen egy vásár óta. És rendszeresen emlegetjük ezt a kiállítást, ugye nekem nagy szívügyem a városipar története miatt. Ugye 1879-ben Ötl Antalnak a budapesti öntödéjéből került ez az iparkiállításnak a területére, kiállító csarnokként egyébként, és hát maga a csarnok is kiállítási darab volt, tehát nem csak azok a tárgyak, amiket itt bent elhelyeztek. És aztán ez volt az, amit Zichy Jenő gróf ugye megvásárolt a város számára, és aztán 1882-ben a róla elnevezett ligetben helyezték el. Abban az állapotában, ahogy nagyjából most látható, hiszen egy cukrászdát alakítottak ki itt a ligetben, Zichy ligeti, meg ligeti kioszkként is szerepel néhány képeslapon. Ez egy meglehetősen nagy erdősnek tűnő ligetben található, és aztán ebből lett egyébként a zenepavilon, amikor ezt a kis belső építményt elbontották. A Szent Anna kápolnát sem először emlegetjük a műsorsorozatban, nem is csoda, hiszen a város egyik ékessége, és még fogjuk is. Le is fényképezte. És még fogjuk is sokszor. Ugye a Szent Anna kápolnával kapcsolatban, bár ez egy távlati fénykép, ugye ami látható jellegzetesség rajta, 1934-ben bontották el azt a kis előépítményét, ami itt látszik. A rossz nyelvek a mai napig is sokszor kutyaholként emlegetik, bár magához a kápolnához egyébként építészetileg jól passzol, stílusában már kevésbé, tényleg elütött tőle, és aztán ugye Möller István féle átépítés, meg úgynevezett stílus tisztaság kapcsán végül is ez elbontásra került, tehát 1934 előtti ez a fénykép, magát a konkrét évszámot egyébként nem ismerjük. Pete Ilona a következő képen eseményt fényképezett, és ez az a kép, amivel búcsúzunk az ő munkásságától, viszont nagyon fontos történelmi látványról van szó. 1927. április 2-án Budapesten az Egyetemi Templomban hunyt el Prohászka Ottokár. Egy meglehetősen heves beszédet tartott, hát gyakorlatilag prédikációról van szó igazából, és aztán a prédikáció után rosszul lett, agyvérzést kapott, és nem sokkal később egyébként el is hunyt a papi szemináriumnak az épületében, és aztán Székesfehérvárra hozták, itt ravatolozták fel ugye ünnepélyes körülmények között, természetesen a püspöki palota előtti téren, és aztán ugye innen szállították először a hosszú temetőbe, ugye itt volt az ő ideiglenes nyughelye, és már ekkor egyébként szóba került az, ami 1929-ben el is kezdődött, az ő nevét viselő emléktemplomnak a megépítése a vasútvidéken, ami aztán végül is 1935-re készült el teljesen, és 1938-ban szintén egy ünnepélyes felravatolozás után szállították át egyébként a földi maradványait magába az emléktemplomba, a Jó Pásztorról elnevezett vasútvidéki plébánia templomba, vagy más néven Prohászka Ottokár emléktemplomba, és majd Tóth Károly kapcsán egyébként erről az ünnepélyes ravatalról is fogunk mutatni egy fényképet. Mint említettem, Pete Ilonától elbúcsúzunk ezzel a képpel. Emlegetted már a műsoróra elején a Bodó és Pataki párost, úgy tűnik, hogy azért egy képet hoztál tőlük is. Igen, hát hoztam volna többet is, ha van. Sajnos ez az egyetlen egy kép, ami rendelkezésünkre áll, és amit be tudunk azonosítani, mármint, hogy ők készítették, 1941 körüli maga a kép, katonaportré munkacímet visel, hiszen ugye egy frontról hazatért katonát ábrázol különböző érdemérmekkel. Az 1941-es évszám az egy legkorábbi évszám, ezt pedig abból tudjuk, hogy a Délvidék emlékérmet már viseli. Ugye a Délvidék 1941-es visszafoglalása emlékére, Felvidék emlékérem is van az Ubonyán, tehát részt vett 1938-ban a bevonulásban. Én ezt a betegséget különböző kollégáktól kaptam el egyébként. Hál' Istennek nem sok ilyen érem van, tehát ezeket valamennyire azért be lehet azonosítani. Főleg, hogy ez egy jó minőségű kép, tehát ami Rákóczi van, az ugye felvidéki emlékérem, hiszen ugye Kassán van az ünnepélyes újra temetése, és sorolhatnám, hogy hogyan lehet ezeket beazonosítani, nem olyan nehéz. Főleg, ha az ember naponta forgatja mondjuk a raktárban ezeket az érmeket. Tehát 1941-ben készült legkorábban, és mivel Bodó és Pataki 40 előtt amúgy sem készülhetett volna.
Mindenesetre én, ha ránéztem, akkor azt mondtam, hogy egy kemény arcélő férfit látunk, eszembe nem jutott volna elemezni ezeket. Ez a történés sajátossága. El is búcsúztunk tőlük is, hiszen említetted, hogy ez az egy kép volt. Új fényképészt ismerhetünk meg a műsorsorozatban. Igen, a következő személy, akiről mindenképpen érdemes beszélnünk, ő Virág Sándor. 1881-ben Ozorán, Tolna megyében született, és 1907-ben már Székesfehérváron állandó lakosként kérvényezte, hogy a városban fényképészeti műtermet nyithasson, és a Rákóczi utca 5-ös számú házban alakította ki a fényképészeti műtermét. A Rákóczi utca 5 az az épület volt, ahol aztán később a műterem lakásokkal ellátott állami biztosító épület, tehát az úgynevezett lábasház felépült a Romkert szomszédságában, ugye az első Károly, illetve Mátyás korabeli kápolna bővítmény fölé. Tehát erről az épületről van szó, amit aztán 1922-ben egyébként Tóth Károly vásárol meg, az a Tóth Károly, aki ugye Pete Gyula műtermében volt korábban segéd, de hát Virág Sándor egyébként meglehetősen hosszú ideig, már a 907-es nyitástól kezdve, hosszú ideig, hogyha más fényképészeket is figyelembe veszünk, akik mondjuk néhány évig működtek csak, 1918-ig működteti saját nevén ezt a műtermet, és aztán 1918-ban, mivel neki be kellett vonulni a frontra, hiába volt a kérelmező levél, ettől függetlenül bevonultatták, 15-ben, tehát egészen addig hadmentességet kapott, 15-ben bevonult, és 18-ban már ő is betegen tér haza a frontról. Ekkoriban még egyébként azért van ereje többek között ahhoz is, hogy 3 különböző üzletportált béreljen, egyfajta fotószekrényt. Ezekben a kirakatokban van, amelyiknek a méretét is ismerjük, Horváth Júlia nagyon alaposan ezeket áttanulmányozta a szakdolgozatában, ezeknek a tervanyaga is például szerepel az eredeti méretezésekkel, megadja itt a tanulmányában, amit nyilván most nem szeretnék ugye felolvasni, hogy mennyit fizetett a különböző üzlet kirakatokban ezekért a fényképszekrényekért maga Virág Sándor. És ezek a fényképszekrények azért is nagyon fontosak, mert egyrészt egy ilyen fényképszekrényből értesül 1922-ben Tóth Károly arról, hogy az 1920-ban elhunyt Virág Sándornak az özvegye éppen eladni készül a műtermét, és aztán ugyanennek a műteremnek egyébként a kirakatában talál egy hirdetést a már említett Inkei Tibor, aki 14 évesen kerül 1922-ben Székesfehérvár a családjával, meglehetősen nagy nélkülözések közepette, hiszen az édesapja az állami erdőhivatalnak a mérnöke, Apatinban, a Délvidéken, ami ugye 1918 után elkerül Magyarországtól, és hát foglalkoztatják ugyan különböző munkahelyeken, de a 14 éves fiú is szakmát kénytelen tanulni, és leírja a visszaemlékezéseiben, amit már említettünk, és majd Tóth Károly kapcsán fogok is belőle felolvasni legközelebb, hogy hogyan is találták meg ezt a hirdetést ebben a kirakatban, és hogyan lett ő tulajdonképpen fényképész inas. Tehát a reklám az ugye nem csak a fényképek hátulján mutatkozik meg, hanem Virág Sándor kapcsán ugye már azért kirakatokban történő hirdetésekről is tudunk. Ha már beszéltünk Virág Sándorról, még maradt néhány percünk, hogy egy-egy képet meg tudjunk mutatni. Férfi portré lesz az első, amit láthatunk, és már ott is van a nézők előtt. Igen, és hát azért Pete Ilonánál is láttunk még ott az elején néhány klasszikus kartonált képet, többek között Vida Pálnak a portréját, aminek az alján ugye láthatjuk a Virág Sándornak a nevét, illetve hogy az ő műterméből származik a kép, és meg tudjuk mutatni ennek a portrénak a hátlapját is. Ezt nyilván azért hoztam el, mert érdekes ebből a szempontból. Ismét is van ugye információ. Szintén a műteremnek a reklámját láthatjuk, tehát amit te hiányoltál Pete Ilonával kapcsolatban, azért itt megjelenik Virág Sándornál. De hát azért azt érdemes kiemelni, hogy most visszaugrottunk néhány évet a történelemben, meg a fényképezés történetében is. Tehát ugye Pete Ilona akkor kezdi igazából a fényképész mesterséget professzionálisan, amikor sem Pete Gyula, sem Virág Sándor nem készít már képeket. Tehát az már egy másik korszak.
Így aztán lesz majd még hátlép, de előtte nézzük meg a kép elejét, a bajuszos katona portréja. Valószínű bajuszos katonát fogunk látni a képen. Igen, majdnem biztos vagyok. Ez ugye a munkacímből sejthető, ezt ugye szoktam mondani, hangsúlyoztam most is ebben az adásban is, hogy ezek természetesen munkacímek. Tehát ezek ugye nem festőktől származnak, akik ugye a saját képeiknek címet adnak, már amelyeket ismerjük egyáltalán, hiszen ott is sokszor a művészettörténet adja, vagy adott művészettörténészek ugye a képnek a címét. Itt az utókor a történész kutató, nem én, hanem vagy Bányai Balázs, vagy Demeter Zsófia, valamelyik elődöm adott egy ilyen munkacímet ennek a képnek, illetve hát azért is fontos, mert ugye egy leltárkönyvvel is valahogy be kell vezetni, tehát az is lehet, hogy attól az illetőtől származik, aki mondjuk a képet leltározta. És lehetőleg legyen az a cím az azonosításhoz abszolút megfelelő, tehát itt láthatjuk akkor a bajuszos katona portréját, és a portré hátoldalát is meg tudjuk nézni. Igen, ez más. Hogyha látjuk, tehát azért ez már Virág Sándornak egy másik korszaka igazából. Itt ugye már azért nem az a forma jelenik meg, ami az előző képnek, akár az előlapján, akár a hátlapján, hanem egy más jellegű, de ugyanazt a kéket használja egyébként, kicsit más az árnyalat. Férfi vagyok, abszolút nem értek hozzá, és nem vagyok művészettörténész sem. Ez a tintakék. De kéket használ minden esetre, számomra ez a lényeg. És még egy képet búcsúzóul, aztán a következő műsorban visszatérünk majd Virág Sándorra, de most az első áldozó kislányt még mutassuk meg a nézőknek, már látható is. Igen, igen, ez szintén egy valószínűleg a 10-es évek elején készült portré egy első áldozó kislányról, aminek az alján szintén olvashatjuk ugye Virág Sándornak a rövid hirdetését, ahogy ezt ugye akkoriban szokás volt feltüntetni, és hogy egy nagyon rövid kezd csinálót csináljak a következő műsorhoz, egy irodalomtörténeti érdekességgel fogjuk majd folytatni a következő műsorban, egy Virág Sándor portré, egy reformkori költőnknek az egyik leszármazottját ábrázolja. Sok képet nézve, hogy legyen még egy megjegyzésem, ami nekem feltűnt, és kíváncsi vagyok, hogy ez majd melyik évszámtól változik. Mosolyogni nem volt divat a képeken, mindenki a lehető legkomolyabb. Biztos nem is voltak hozzászokva ahhoz, hogy fotózva legyenek, de valahol egyszer csak bejött divatba ez a csíz. Az a helyzet, hogy én ezt nem tudom megmondani. Most akkor hadd ugorjak előre annyiban, hogy amikor 22-ben Tóth Károly átveszi ennek a Virág Sándornak a műtermét, akiről most beszélünk, az üzlettársa Grósz József egy év után kiválik, Budapestre megy és 23-ban megalapítja a Mosoly Albuma nevű céget, ami főleg gyerekfotókkal foglalkozik. A gyerekképeken szerették ekkoriban a mosolyt, a felnőttek igyekeztek komolyak lenni, főleg azért, mert nagyon sokszor ezeket a képeket még továbbra is hivatalos dokumentumokhoz használták. Talán ebből adódik. Látunk majd remélhetőleg mosolygós képeket is. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és a képeket is természetesen. A Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm a figyelmet. Műsorsorozatunk, azaz a Városrészek titkai, legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is kellemes tévézést kívánok. Viszont hallásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.